Én vagyok az a gazda, akit, aki azt merte mondani, hogy nem adja oda földjét csak erőszakkal. Ezért erre azzal válaszoltak, hogy május 31-én arra ébredtem, hogy két marok lőfegyvert a fejembe tartanak, az ágyamban lefognak, megbilincselnek, a betonon végighúztak, bevittek terrorizmus vágyával, eljárás indult ellenem. Azért vagyok terrorista, hogy azt mondtam, hogy én nem adom oda a földemet annyi pénzért, amit egyébként löptek nekem, mert nem vettem fel a pénzt, nem írtam alá semmit, és a járásbíróságon lelöptek nekem egy olyan összeget, aminekből a tized áron, még most is nyúltam hozzá, a tized dét nem tudom annak a földnek megvenni, és ezt a földet ennek a pénznek az 50-szeresért a debreceni önkormányzat odaadta a kínaiaknak. Miközben az én családomat nyomorba döntötték, testi-lelki nyomorba, kódusbotra juttatták, ilyen inflációs sebesség mellett 5 év múlva ki van számolva, ha csak nem lesz még nagy infláció, az utcán vagyunk. A földemet ugye elrabolták. Itt 100 euró, Európában 100 euró egy köbméter fekete föld. Na most ez, hogyha kivetítjük, az a 4-500 millió annak az értéke. Meg kéne kérdezni, a közmeghallgatáson nem volt idő, mert lekapcsoltak a telefonról, mert kapkosták ki a beépített rendőr kollégák a kezemből, hogy ne tudjak beszélni, hogy hova, hogy ezt feltette már valakik ezt a kérdést, hogy hova tűntek ezek a termőrétegek, mert az alkotmány szerint 1-től 6-ig vannak besorolva a szántóföldek. Egy a legjobb, a 6-os a legrosszabb. 1, 2, 3, ezt meg sem lehet kérni alkotmány szerint az átsorolását. A 4-5-6-nak meg lehet kérni, de nem szokták megadni. Hogyan lehet, hogy csillagos egyes, 45 aranykoronás hajdúhátsági csernozjon fekete talajokatnak az átminősítését alkotmányszegően végre tudták hajtani? Már 1200 hektár ki lett takarítva, akkor ott marad egy lyuk. Én nem azt mondom, Isten őriz, hogy odaépüljön, de az a kár, amit már a haza testén ejtettek, az fölülmúl minden ökológiai katasztrófát. Tehát azzal mit lehet majd kezdeni? Maradt ott egy pici földem, ami hát az borzasztó, tehát ott lesz közvetlen a gyár mellett, az olyan szennyezett lesz, hogy az, valaki szerint merem én azt hazavinni, megetetni az állataimmal, és aztán meg levágni azt a csirkét, vagy eladni valakinek. Tehát itt a gyár gyerítésénél nem áll meg a pusztítás, itt még egy csomó szántóföld veszendőbe megy. Na most megkerestek engem Debrecenben ingatlan irodák. Mindegyik ingatlan irodával a kínai katol kötött megbízási szerződés, hogy keressenek nekik területeket kínai lakótelepek felépítése. Már sorolom, hogy Debrecenben hol épül. Én megmondtam nekik, hogy a kínainak nem eladó a földem, a hazaföldje kínainak nem eladó. És ennek a gazdaságpolitikának a része az, ami miatt ma itt vagyunk. Az, hogy akkumulátor nagyhatalommá, akkumulátor gyár nagyhatalommá akarják tenni Magyarországot. Ha ezt a gazdaságpolitikát nézzük, és még a környezeti hatásokról nem beszélünk, akkor először nézzük a gazdasági részét. Miért lenne jó ez az önök városának, miért lenne jó ez Magyarországra? Erre tudjuk előre a válaszokat, mit fog majd mondani a kormányfő, hogyha ezt is majd megkérdezem tőle. Azt fogja majd mondani Orbán Viktor erre a kérdésemre, hogy ez azért jó, mert munkát adnak ezek a globális nagyvállalatok, legyen az kínai, vagy legyen az amerikai, teljesen mindegy. Tehát nem magyar, globális nagyvállalatokról beszélünk. Munkát ad a magyaroknak. Ugye ez az első válasz, amit szoktam kapni a parlamentben. Kik dolgoznak a már működő akkumulátorgyárakban? És akkor a többi multiról nem is beszélek. Most csak nézzük az akkumulátorgyárakat. Ugye azt tudjuk, hogy például a Gödi esetében kik dolgoznak ott. Hát meglehetősen kevés Gödi. Meglehetősen kevés magyar. De van helyette ukrán, van helyette koreai, lehet aztán utána már ugye az építkezésnél, ha már itt vagyunk Debrecen városában, ugye BMW-nél is lehet török vendégmunkás, aki már eleve majd a gyárat építi, az sem magyar lesz. Aki ott fog dolgozni, az sem magyar lesz. És nem csak az akkumulátorgyáraknál látjuk ezt, hanem most már mindenhol. A kormány és az állam ékességének, gazdaságpolitikájának a gyöngyszemének számító MOL esetében is tudjuk azt, hogy amikor építeni kell, akkor nem magyarokkal építenek. És erre is érkeztünk oda, hogy akkor mit tehetünk, hiszen ma már ezt így boncolgattuk. Mi végigvettük a különböző lehetőségeket. Szervezhetünk tüntetést a Városháza előtt. Szervezhetünk tüntetést a parlament előtt. Megszervezzük.
nem lesz következménye. Sajnos. Márpedig nem akarunk visszaélni a méregdrága szabadidejükkel, és nem akarunk senkit olyan ügybe belerángatni, aminek aztán nem lesz pozitív hozadéka. És látták a közmeghallgatáson is, hogy ott volt egy Apáth István, alelnökünk, hogy lepörög róluk, az érvek is lepörögnek róluk. Az egyetlen egy dolog, ami fölmerült már korábban, ugye az a helyi népszavazás. Helyi népszavazás intézménye, amivel egyébként már a tavalyi esztendőben is hát próbálkoztak, az LMP is ugye bejelentette tavaly, talán tegnap is, de föl sem vették az íveket. Ugye így nem fog menni. Azt tudni kell, hogy nem véletlen az, hogy Magyarországon helyi népszavazások egészen kivételes esetekben vannak. Nagyon ritka. Olyat pedig, hogy a helyi népszavazás sikeres is volt, az még ritkább. Az, amit a fehér holló. Nagyvárosok, nagyobb régiók esetében pedig szinte példátlan. Hát azért, mert ugye így van kialakítva a saját magyar közjogi rendszerünk, hogy nagyon nehéz. Ugye ez Debrecen esetében ugye egészen 25%-ig, tehát a választó polgárok 25%-áig terjedő létszám lehet már az aláírás gyűjtés esetében. Ez ugye debreceni, tehát a mostani esetben ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt nagyjából 35 ezer aláírást kell ahhoz összegyűjtenünk, hogy helyi népszavazás legyen az akkumulátor kérdéséből. 35 ezer aláírás összegyűjtése, ugye mi tapasztalatból mondjuk, hiszen nekifutottunk már néhány választásnak, meg hasonló ügynek, az nagyon nehéz dió. Nagyon nehéz dió, nem tűnik soknak, de az 35 ezer debrecenit jelent. Az rengeteg. Nem csak, hogy felelőtlenül és fölöslegesen nem hívom önöket tüntetésre, de feleslegesen és felelőtlenül nem ígérek olyat, hogy a Mi Hazánk Mozgalom debreceni alapszervezete egy hónap alatt 35 ezer aláírást össze fog gyűjteni. Mert szinte biztos vagyok abban, hogy ez még akkor is nagyon nehéz dió, hogyha én arra az egy hónapra ide költözöm, meg a fél párt ide költözik Debrecenbe, mert nyilvánvalóan egyébként én is ide fogok költözni, hogyha ebbe belevágunk. De én azt gondolom, hogy ráadásul, hogyha ezt kizárólag egy párthoz kötik, akkor ez nem jó. Ez a végszavazásnál sem lesz jó. Ezért egyetlen egy olyan lehetőség van, amit hát más pártok biztos, hogy nem szoktak ilyet kezdeményezni, de ebből a szempontból is hagy legyen unortodox a Mi Hazánk Mozgalom, hogyha a legszélesebb körű összefogással vágunk bele ebbe az egészbe, akkor lehet arra esély, hogy győzelemre tudjuk vinni ezt az ügyet, de még egyszer mondom, nagyon nehéz lesz, hogy legyen egy érvényes, sikeres, ügydöntő helyi népszavazás. Nem lehet megnyitni, befejezni és működtetni ezt az akkumulátorgyárat, ha ezt a helyi népszavazást sikerre visszük. Tegyelkoztam én is és a feleségem, itt a Kunnepesse a Tóci lakóparkba, az a miénk, azt én tudjuk. Köszönjük szépen! Már hetekkel ezelőtt meghirdettük és elkezdtük szervezni ezt a mai lakossági fórumot itt Debrecen városában. Most már az egész ország tud arról, hogy egy gigantikus akkumulátorgyárat akarnak itt felépíteni, egyébként kínai befektetők a magyar kormány támogatásával, és ugye ennek ráadásul van egy országos jelentőségű háttere, az, hogy a magyar kormány meghirdette, hogy akkumulátorgyár nagy hatalommal akarják Magyarországot tenni. Mindezt ráadásul itt Debrecen városában a legjobb minőségű termőföldek legyalulásával a termőföldekre építve akarják úgy megvalósítani, hogy csak ennek az egy akkumulátorgyárnak 300 kilotonna károsanyag kibocsátása lesz, nem beszélve arról, hogy rengeteg víz kell hozzá, és nagyon sok olyan zajhatás, környezeti terhelés jár ennek a gyárnak a megépítésével, amit itt nagyon sokan nem szeretnének, nem szeretnék ráadásul, hogy a házuk vagy a kertjük tövébe épüljön egy ilyen akkumulátorgyár. Azért azt tudjuk, hogy például a Tesla az Egyesült Államokban sivatagba épít ilyen akkumulátorgyárakat, Magyarországon pedig például Gödre, Dunakanyarban, Magyarország legértékesebb termőterületére, vagy éppen turisztikai
desztinációjára, területére építenek, terveznek ilyeneket, ez egy őrület, ezt mindenféleképpen meg kell akadályozni, és a magyar kormánynak inkább a gazdaságpolitikáján kellene változtatni, hogy a termőföldjeinkre építve inkább az élelmiszeripart kéne talpra állítani, és akkor nem lenne ekkora élelmiszerinfláció, meg egyáltalán ekkora infláció Magyarországon. Tehát mi ezen szeretnénk változtatni, egyetlen egy módja van, hogy eredményt érjünk el, és az pedig nem a beszéd, hanem ma itt azt hirdettem meg, hogyha legalább 350 ember jelentkezik, hogy 100 aláírást összegyűjt, akkor azt jelenti, hogy egy hónap alatt 35 ezer aláírást össze tudunk gyűjteni. Ez rendkívül nehéz, ez rendkívül nagy feladat, de abban az esetben tudunk helyi népszavazást elérni, és akkor írnak ki helyi népszavazást. Helyi népszavazással tudjuk megakadályozni ennek az akkumulátorgyárnak a megépítését. Még egyszer mondom, nagyon nehéz dió, és ezt egy párt nem is tudja sikerre vinni, ez meggyőződésem, hanem össze kell fognunk más szervezetekkel, meg hát elsősorban az emberekkel, akik vállalják azt, hozzám hasonlóan, hiszen én magam is itt megígértem, hogy idejövök Debrecen városába, és magam is gyűjtöm az aláírásokat. Tehát, hogyha egy ilyen széles körű összefogás létrejön, akkor össze tudjuk gyűjteni a 35 ezer aláírást, és akkor lesz helyi népszavazás. Mi ennek a teljes logisztikáját vállaljuk, a jogi részét vállaljuk, ezért vagyunk parlamenti párt, ezért kapjuk az állami támogatásunkat, hogy az erőforrásainkat ilyenekre fordítsuk, de kell ehhez nagyon sok, tehát ez sok ezer debreceni magyar kell, aki részt vesz az aláírásgyűjtésben, részt vesz aztán abban, hogy győzelemre vigyük ezt a népszavazást. Itt tudunk eredményt elérni. Az itt jelenlévők, ők biztosítottak arról, hogy, és most jelentkeznek is, tehát össze is írjuk a jelentkezőket, hogy ők beállnak ebbe a küzdelembe, és elkezdjük gyűjteni az aláírásokat.